Szabad-e még nyári gumit használni, vagy ezért már megbüntethetnek bennünket, hiszen ma reggel is mínuszokat mértünk? Hát igen, megérkezett a tél, amennyire megérkezett, az a kis hóesés, ami volt, az gyorsan el is olvadt de én azt hiszem, hogy ez már egy elég régi, minden évben visszatérő témánk, ez a téli felszerelés, amit szerintem minden autós, aki nem autós, az is mindenki fejből tud már a magára, a törvényekre gondolok, a szabályokra, amit illik betartani, de nem csak a törvények miatt, a szabályok miatt, mert elő van írva, és büntetés van, hanem az embernek a saját biztonsága. Tehát a nem csak a magunk biztonsága, aki vezeti az autót, hanem a másik felé, másik irányába, a gyalogosok, kerékpárosok, a téligumi, téli felszerelést, amit én ajánlok, hogy nem kellene megvárni a, úgy olyan formán a hogy hol legyen az úton és csúszós legyen az úttest, hanem már amikor azt kérik, akkor fel kell rakni a téligumikat, és téligumi legyen. Tehát, az a én ajánlatom. tehát nem, nem jó nyári gumi, mert jó nyári gumi télen nincsen. Ne négy évszakos gumi legyen, hanem téligumi legyen. Elég nagy lehetőségek vannak, széles körű lehetőségek vannak, ami a árkategóriát illeti, tehát olcsóbb a drágáig, és olyan extrém időre, időjárási körülmények vannak itt nálunk, tehát az extrém alatt arra gondolok, hogy gyorsan tud változni az idő. Igen, reggel még hogy... elmegyünk szép időbe, és délután pedig már csúszik. Igen, igen, azt, azt mondjuk, hogy jó idő van, nem kell a téligumi. De hogyha esik egy kis eső, kicsit lefagy, a, lefagy az út, akkor mindjárt kell a téligumi, jeges az út, eshet hó, bármi lehet, és sokkal könnyebb vezetni a járművet, irányítani egy, egy jó téligumival, mint bármilyen másikkal. Bármi történhet, tehát elébünk lép egy gyalogos, egy kerékpáros, bárki, tudunk rá reagálni, megfelelő és biztonságos. Természetesen itt még azt megemlíteném, hogy ha bármi történik az úttesten, baleset, koczanás, bármi legyen, akkor a rendőrség is, a biztosítótárság is mindjárt nézi azt, hogy az a járművön volt téligumi, vagy nem volt téligumi. Egyébként milyen téli felszerelésünk legyen még. Tehát mi az, amire fel kell készítenünk az autónkat, fel, feltettük a négy téligumit, mi legyen még okvetlen az autóban, amivel megkönnyíthetjük majd a közlekedésünket. Érdemes a járművet fölkészíteni már időben, még mielőtt megjönnek a hideg idők. Kezdve onnan hogy téligumi, tehát azt letárgyaltuk a téligumit, ami kötelező, hogy legyen az autóban természetesen. Azt nem is mondtam, hogy az is kötelező a hólánc a járműben, most, hogy szükség van rá, vagy nincs, de benne kell, hogy legyen, és hogy call. véletlen egy kis hórendőr azt mondja, hogy, hogy tegyük fel, akkor fel kell tenni. Ami nem kötelező, csak ajánlott, tehát e, saját érdekünkben járművet készítsük föl, tehát előre, tehát a fagyálló folyadék. Talán a járműnek a hűtő nem is beszélnék az antifrizzől, tehát arról, hogy az mennyire fontos, hogy az megfelelő legyen. Az ablakmosó folyadék, és az mellett kedjük át az árakat, az ajtókat, a kédergumikat, kis VD40-es spray glicerinnel, tehát használjunk ilyesmit, és és időben készülünk rá, nem akkor, amikor már egyszer befagyott, hanem időben. Szálljunk rá egy kis időt, nem hosszú idő, és készítsük fel a járművet. Az mellett, amikor télen közlekedünk, legalább én már régóta azt csinálom, de azt ajánlom mindenkinek, egy rövidnyelő lapát legyen a csomagtartóba, egy mondjuk annyit, hogy egy kilónyi só, vagy valami homok, vagy valami, ami esetleg egy kis elakadásnál... Sokat segíteni. Sokat, seg, sokat tud segíteni. Meg tudjuk olvasztani egy kicsit a, a jeget, havat, mert ha megállunk a járművel, és nem mozdítjuk el, mondjuk havas úton, leparkoljuk, akkor azonnal egy pici jégrétek keletkezik, a guminak mindig van egy kis hőmérséklet, hőmérséklet ami megolvasszaja a, havat, utána az odafagy, egy óra hosszát ott áll, és akkor lehet, hogy nem tudunk elindulni járművel. Na most, ha nincs, aki segítse, hogy esetleg kitolja a járművet, egy marék sót dobunk alá, és akkor már el is tudunk indulni, vagy egy homokot, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy... Tehát ez legyen nálunk. Igen. Az mellett a másik, ami nagyon ajánlatos, téli időszakban ne hagyjuk az üzemanyag tartályt, hogy nagyon kiürüljön. Tehát legyen az üzem, legyen legalább félig megtankolva járművünk, mindig egy fél tartály legyen, bárhol előfordulhat, sima úton is, gondolom nem, nem hegyvidékre gondolok, hanem itt nálunk Vajdaságban is, hogy pár órát az úton el kell töltenünk. Mondjuk az én tapasztalatom az, régóta sofőrködök, és a legnagyobb problémáim, meddig a leghosszabb várakozások a, a hideg és a hó miatt az itt Vajdaságban történt. Tehát ilyen, hogy 10 órát álltam egy helyben, nem tudtam elmozdulni, és ez mindig itt Vajdaságban volt. Erre fel kell készülnünk. Egyébként a téligumi nélkül a négykerék meghajtás az mennyire fontos? Mit tud rajtunk segíteni? négykerék meghajtás, tehát ö, ott is fontos a téligumi ott sem segít. Tehát a négy kerék meghajtása egy dolog, hogy elől is, hátul is hajta a járműnk. Most már nagyon modern, intelligens járművek vannak, amik tehát érzékeli, hogy melyik az a kerék, amelyik csúszik, és azt, azt fogja, vagy azt indítsa, másikat nem indítsa. Tehát különféle módon Lehetőségek vannak, tehát különféle járműeknél most már ez nagyon modern ez a technológia, de ott is fontos a téligumi. Tehát nyári gumival, síma vagy, vagy lekopott téligumival, tehát ott sem megyünk vele semmire. Egyébként hogyan indítsuk be télen az autónkat? Ugye ha hirtelen beindítjuk, beülünk, akkor bepárásodik a, az üveg. A klímaberendezés ebben segíthet? igen, modernabb járműveknél, most majd megint azt mondom, régebbiek hogy modernabb járműveknél, a régebbieknél, régebbieknél a klíma erősebben fúj, és elvonja a párát, tehát az segít. A modernabb járműveknél már, hogyha sokan ezt nem is tudják, akinek ilyen járműve van, hogyha ráteszi arra a funkcióra, hogy csak a, az ablakra fújja a levegőt, akkor automatikusan bekapcsolja a klímát. És az egy pillanat alatt elvonja a párát. Különben pedig vannak a, a régebbi járműveknél, vagy bármelyiknél lehet használni, vannak különféle nagyon jó szerek, amelyikkel átkenjük az üveget, és akkor a, nem párásodik a, az üveg. És vannak még különféle dolgok, amit állítólag érdemes, ha én még nem próbáltam ki, a járműben tartani, ami elvonja párát. Igen, erről hallottunk ilyen történeteket, úgy, hogy, mi úgyhogy az, ami jó. Vannak a jármű, magáról a járműindításról pedig, hát egy picit, hogyha beültünk a járműbe, akkor most ez függ attól is, hogy garázsba vagyunk, egy fűtött garázsba, vagy esetleg kint, kint, vagyunk, kint parkoljuk a járművünket. Mennyire sietünk. Igen, igen, egy picit, hogyha beültünk, akkor begyűjtöttük a járműveket, egy picit nyissuk le az ablakot. Nyissuk le az ablakot, hogy az a pár, ami azonnal keletkezik a hőmérséklet különbség által, az, az kimenjen, ventilátor kifújja, és akkor mindjárt könnyebben vezetünk. És természetesen a, a kívülről is, hogyha hóesés van, és a, az ablakok bejegesednek, vagy pedig hót lakarja, mindig takarítsunk le minden ablakot. Elég csak az ablakot letakarítani, vagy a lámpákat is? Fontos. E, hát igen, itt az ablakot mondtam, mindent, az egész járművet le kellene, mert a járműnek a tetejéről rácsúszhat a hóvezetés közben megolvad, és akkor az az ablakra fékezésnél, a szélvédővekre rácsúszik a legkellemetlenebb pillanatba, és természetesen a lámpákat, az első lámpákat, a hátsó lámpákat, mindegyik a fényeket, mindent irányelzőket, ennek láthatónak kell, hogy legyen. Különben ez büntetendő is, hogyha a rendőr esetleg rajta, rajta kap bennünket. Hogy a rendszámtábla sem tiszta, igen, igen, a, és igen, a fények igen. sem láthatóak. A tapasztalatok szerint az autóvezetők többsége ma sem tudja, hogy mit jelent az alulkormányozottság és a túlkormányozottság. Így azt sem tudja, hogyan kell ezekre reagálni. Miről is van szó? Ez egy kicsit komolyabb vezetéstechnikai dolog már erről beszélni, Tehát, de röviden lehet pár szót. Tehát alulkormányzott és túlkormányzott jármű az. Az alulkormányzott jármű az az, amikor nem csavarunk eleget a kormányon, és a jármű például egy, egy bal kanyarnál jobb irányba indul meg, tehát a, a, a kanyarnak a kifelé, tehát az az alulkormányzott. A túlkormányzott az pedig hát magától értetődik, tehát túl Csavarjuk a kormányt, és, és sokat megy. Sokat, tehát, tehát balra akarunk kanyarodni, és sokat csavarunk a kormányon. Ez a túlkormányzott jármű. Na most itt a vezetés technikailag ebből itt, itt van több szempont lehet, mert nem mindegy, hogy a jármű elől hajt, az els, első kerékhajtású jármű, vagy hátsó kerékhajtású, vagy esetleg négy kerékhajtású. Természetesen itt, itt csúszós időben, csúszós úton sok minden függ a gázpedáltól is, nem csak a kormányzástól, tehát egy mindig a legbiztonságosabb, most a négy kerék meghajtású az a legjobb, de ha nézzük az első vagy a hátsót, akkor az első kerék meghajtású a legbiztonságosabb csúszós úttesten. A hátsó kerék meghajtású egész más uh, taktikával vezetjük, mert uh, kicsit erősebb uh, gázadásnál könnyebben kitolja a hátulját, uh, rossz irányba indul meg az autó, tehát oda kell figyelni. Ezt egy kicsikét, ezt az, aki vezet, annak tudni kell, hogy milyen járművet vezet. Mondjuk lehet azt egy kicsit gyakorolni is olyan helyen, ahol nincs forgalom. Is, ahol nem? nincs forgalom, igen, egy, egy elhagyatott vagy valahol, ahol nincs más, tehát egyedül vagyunk, tehát ahol nem tudunk senkinek kárt okozni, magunknak se, esetleg lehet ezt egy kicsit gyakorolni, valamikor én is így kezdtem az autóvezetést, tehát különféle taktikákat. Nagyon jó könyvek is vannak, neten is lehet találni erre megfelelő, megfelelő akár videókat, akár mit. De a legjobb egyébként videókat. egy gépjármű vezető oktató. Igen, elmenni. igen, igen. Tehát most ezeket az extrém, az extrém vezetési feltételek között, tehát hogy hogy is vezetünk, tehát én a magam részéről, én szeretem, amikor a tanulók, most már azt mondom, hogy mivel, hogy oktatok is tan tanulók, télen is vezetnek. Mert sokkal többet megtanul, mint aki, akik elkezdi májusban, aki májusba, és, és, és augusztusba befejezi, és, és, nem lát, nem autóztunk hóban. Én szeretem, amikor, amikor hóban, egy kicsit csúszós útban, és természetesen nem vezetünk, amikor nem tud reális lenni a vezetés, és nem, nem tud biztonságos lenni, de amikor egy kicsit csúszkálunk, egy kicsit több mindent meg tudunk tanulni, az jó. Ha már itt tartunk. Ha betartjuk az előírt szabályokat, de az ütközést mégsem tudjuk megúszni, akkor mi a teendő? Tehát például egy csúszós út, és akkor ilyenkor szokták mondani, hogy kormányt elengedni, gázpedelt elengedni, féket sem szabad nyomni, tehát mit szabad tenni, hogyha megcsúszik az autónk? Ha megcsúszik az autónk, a Hát minden esetre a fékezés az a, az, az egyik legrosszabb, legrosszabb módja neki. Természetesen ez mindegyik mindig a helyzet adja magát, hogy mit is, mit is tegyünk. Tehát itt azért, azért a tapasztalat elég sokat számít, de a, az, hogy padlóféket nyomjunk, az a legrosszabb, mert nem tudjuk tovább irányítani az autót. Tehát az autót végül is úgy kellene mindig vezetnünk, hogy az autót irányítani tudjuk. Tehát az útviszonyokhoz megfelelően, és hogyha már megcsúszik, mert most azt kérdezte, ha megcsúszik, okay. tehát amikor megcsúszott az autó, igyekezzünk a gázt elengedni, és a kormányzással korrigálni az irányt, hogy megfelelő oda menjen az autó, ahova mi szeretnénk. Esetleg egy, egy visszaváltással, de ott is vigyázni kell, megint azt említem, hogy nem mindegy, hogy az autó elől hajt vagy hátul, mert ha hirtelen visszaváltunk, egy kuplungot kieresztünk, akkor is egy motorfék miatt meg tud csúszni az autó eleje, és rossz irányba csúszik, nem oda, ahova mi szeretnénk. De minden esetre a padlóféket azt hagyjuk. Tehát a féket azt minden esetre hagyjuk, az a. Tehát az, az a legutolsó. Az első, a, igen, azt a az, azt féket azt hagyjuk, ha nem muszáj, mert sokra nem megyünk vele tehát lehet még, még lendületet is kap az autó. A járműnek, hogyha kerekek forognak, akkor van mindig a legjobb tapadása. Ha a, sérülés, tehát, a, a, sérülések súlyosságánál számítani fog-e az, hogy például hogyan ültünk az ülésen? Tehát nagyon sokan vannak, akik szeretik nagyon hátra engedni az ülésnek a háttámláját. Ez ugye helytelen, tehát itt is megvan, hogy hogyan kell ülni. Az ülő helyzet a járműbe, amelyik, aki az embernek kényelmes, általában az a biztonságos természetesen az öv legyen bekapcsolva, bekötve az öv, ne túlzottan hátra engedett, az nem is... Vannak emberek, akik szeretik nagyon leereszteni az üléstámlát, de az, az hosszú távon nem igazán kényelmes. A kényelmes ülés, most ezt rádióban nehéz lenne megmutatni, tehát egyenesebb üléstámla legyen, tehát inkább egyenesebben álljon, függőlegesebben az üléstámla, mint hátradőtve nagyon és természetesen ez, ez alkattól is függ, járművezetőnek az alkatától is függ, hogy mi az, ami, ami megfelel neki, és zül, hogyha a, például egy ütközésnél, hogyha az öv be van kapcsolva, az a mérvadó. Tehát az az első, hogy az öv legyen bekapcsolva, és az mellett most már minden járműben van légzsák is, tehát akkor a legkisebb a sérülés, a fejtámla természetesen legyen jól beállítva, mert hogyha nem jól van beállítva a fejtámla, akkor megint csak a probléma lehet belőle, mert az embernek a nyaka sérülhet Igen. gerince, tehát ez problémát tud okozni. Ugye tényidőben ilyenkor azért, mielőtt beülünk az autóba, jól be vagyunk öltözve, és állítólag a nagyon beöltözöttség sem biztonságos, mert hogy korlátoz minket a mozgásban. Nem jó úgy vezetni, hogy nagy kabátba, én személy szerint nem szeretek, meg tudok még nagyon sok személyt, aki, aki nem szeret úgy, úgy ülni az autóba. Inkább tehát egy picit fázunk. Nem is ütök be. Igen, igen, tehát az rövid ide az autó gyorsan bemelekszik, tegyük magasabbra ja, a ventilátort, egy kicsikét gyorsabban bemelegedjen, de nem jó a mozgás, eleve a kormányzás, az, az, egész minden, mindenre kihat az, hogyha egy nagy kabátba ülünk a járműben. Legjobb kényelmesen. Tehát az a kényelmes, amikor az üléshelyzet is minden úgy, hogyha tehát egy téli kabát nélkül vagyunk, ülünk az autóba, főleg, hogyha hosszabb távon vezetünk, távolabbra megyünk, akkor az a jó.